Sziasztok! Nagy-nagy szeretettel köszöntök mindenkit! Ez a Pentár Technika órája, én Cippel Judit vagyok, és elnézést a kis csúszásért, de a technika ördöge az ugye mindig itt van. Szóval ma e, egy nyári táblácskát fogunk készíteni, méghozzá végtelenül egyszerűen, és e, egy picikét még várunk, hát ha még valaki szeretne csatlakozni, de azt már látjátok, ami itt van előttem, illetve mindjárt látjátok, amit itt van előttem, hogy egy ilyen kis táblát fogunk készíteni, feszített vászonra, de tábla tulajdonképpen mondja a cím, hogy ez tá nem tábla, hanem feszített vászon, de igen, feszített vászonra, méghozzá az új fekete színű feszített vászonra, de úgy fog funkcionálni, hát ki hogy szeretné hívni, lehet tábla, lehet kép, bármi, a lényeg a lényeg, hogy egy borzasztó, egyszerű stencilezési módszert szeretnék nektek megmutatni, ami tulajdonképpen, ha kész, akkor úgy néz ki, mint egy festmény. Nem tudom, hogy jól láttok-e, hallottok-e. Egy visszajelzést légy szíves, dobjatok nekem, hogyha minden oké. Okay. És ha minden oké, okay, akkor bele is vágunk itt a történetbe. Várok egy picit, hogy mit mondtok, hogy oké-e, okay minden rendben van -e? kép jó-e, hang jó-e, sziasztok. sziasztok, 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 mehetünk, indulhatunk? Aki még nem érti, ide, az majd szépen becsatlakozik, az elején még úgyis egy kicsikét szeretnék. Okay. Minden oké, okay. na ennek örülök. Jó, azt hittem, hogy már alig tudunk elindulni ma, mert hogy az Istennek se tudtunk fölcsatlakozni, nem sikerült elindítani a videót, de örülök neki, hogy minden ok és... Na, szóval, a, ugye a tábla, nem tábla, bocsánat, a feszített vászon, az gyakorlatilag így néz ki, teljesen egyszínű, fekete, feszített vászon. Amit én először fogok most csinálni, illetve azt már megrajzolgattam előre, de mindjárt mutatom, illetve mondom, ahhoz, hogy egy ilyen jópofa kis táblaszerű feszített vásznunk legyen, ahhoz ezt a két felső, vagy hát alsó-felső perem részt, ezt el kell választanunk, le kell választanunk. Ezért uh, én azt végtelen uh, egyszerűen szoktam megoldani, kimérem, megnézem, hogy hogy arányaiba, hogy mutat szépen, és egyszerűen uh, kimérem vonalzóval, és aztán leragasztom maszkoló szallaggal, mert onnantól kezdve fogunk dolgozni. Tehát amit itt láttok, ezt a felső részt, illetve ezt az alsó részt, ezt uh, kimértem, nem, uh, nem bonyolítom ilyenkor túl, hogy pontosan hány centi, hogy legyen, mint legyen, hanem egyszerűen uh, úgy szoktam, hogy ami a szemnek kellemes, tehát amire úgy gondolom, hogy a szememnek így kellemes és jó ránézni, olyan, olyan arányba ragasztom fel, illetve hát nyilván utána megnézem, hogy pontosan hány centi, és hogy mind a két oldal nyilván egyforma legyen, de ezt tovább nem bonyolítom. Tehát itt ezt a vonalat, ha látjátok, ezt most fölrajzoltam már, hogy ne kelljen itt a vonalzóval bohóckodni, ezt egyszerűen, de azért megmondom pontosan, hogy ez 25x35-ös ez a, ez a feszített vászon, és nekem ez a felső, illetve alsó szakasz, az 8,5 8, 8 és, és 8,5 és centi alul és, és felül És, és középen maradt nekem 7,5 centi a feliratra, amit majd a stencillel fogunk szintén megoldani. Tehát itt gyakorlatilag a mai napon e Semmilyen, gyakorlatilag tényleg azt mondhatom, hogy semmilyen kézügyességre nem lesz uh, szükség. Ez egy kicsit viccesen hangzik, de tényleg így van, mert a stencil mindenben segíteni fog nekünk. Itt igazából egy picit trükk van, hogy uh, hogy oldjuk meg ezt az egészet úgy, hogy mégsem legyen egy ilyen nagyon stenciles hatása. Igen kérdezte, az alapból fekete vagy te le Nem, alapból fekete, ez az új fekete feszített vászon, ezt már így lehet kapni fekete, teljesen egyszínű fekete feszített vászon. Ezek most új, új termékek a pentáknál. Úgyhogy lehet, több, többféle méretben van, úgyhogy nyugodtan lehet belőle válogatni. Úgyhogy nem festettem, ez már így kész festésre alkalmas, tehát itt már nem kell semmit csinálnunk, csak festenünk olyan mintákat, amit mi szeretnénk. Szóval megvan a, ki van mérve az a távolság, illetve az a rész, amit szeretnék díszíteni, lent is, fönt is. És egyszerűen ugye ezt a részt kiragasztjuk, illetve kiragasztom azért, hogy csak, azt a, csak azon a részen tudjak dolgozni. És ugye azt szoktuk mondani, a dekopásnál is, és a, pit, a de, hogy is, a dekopásnál is, és a transferálásnál is, hogy először ugye feltranszferálunk, vagy feldekopázsolunk, és utána gyönyörűen megfestjük a hátteret a szalvétának a mintájához, vagy a feltranszferált képnek a mintájához. Most itt ebbe az esetben nem utólag fogjuk kialakítani a hátteret, hanem először a hátteret alakítjuk ki, és utána fogjuk felstencilezni a virágokat. Majd mindjárt mutatom, hogy milyen stencilt használok én, de igazából megmondom nektek nagyon őszintén, hogy ez egy nagyon nagy kedvenc stencilem, ez a szintén a pentát viszont el, ja, megint fordítva, majd szóljatok rám, hogy ne fordítva mutogassak a kamerának, mert még mindig, mindig szokom ezt a kameraállást. Ez a stencil, ebbe többféle levél minta van, ezt nagyon szeretem, mert végtelen sokféleképpen lehet ö, használni, sokféleképpen tudom variálni, azért is, mert ugye többféle, mert maga a levél is nem csak egy típusú levél, hanem több típusú levél, és több méret van rajta, és ezt nagyon jól lehet variálgatni össze-vissza mindenfelé. És nekem egy ö, nagyon régi ö, így mutatom nektek, talán így látjátok, ez az, és azt sem tudom, hogy honnan szereztem már be, még esküztem nektek, hogy körülbelül egy, ha nincs tíz éves ez a stencil, akkor egy se, nagyon-nagyon régi, de a jó az az a dologban, hogy bármilyen virág nem muszáj rózsának lenni, tudjátok rólam, ez köztudott, hogy imádom a rózsákat mindenféle formában, meg a rózsaszint, meg a hasonló színeket, de nem kell, hogy rózsa típusú legyen a virág, bármilyen más virág, csak mondjuk ne levendula, hanem valami picit terjedelmesebb virág legyen, de teljesen mindegy, hogy milyen virággal dolgozunk, mert mindegyik szép, mindegyik jól fog mutatni. Van egy másik stencilem is, ez is vele egy időbe uh, érkezett hozzám, val valahonnan, honnan vettem, nem tudom. Uh, így talán látjátok itt, ez is egy kicsit uh, másképpen néz ki. Az a lényeg, hogy valami, valami kicsit nagyobb bacska, valami kicsit szélesebb, terjedelmesebb virággal dolgozunk, ha ilyen képet szeretnénk uh, elkészíteni, amit én már elkészítettem. A kérdésem az lenne, hogy... Uh, mint a múltkor is, <coughs> ugye kérdeztem a, az üvegnél, az üvegdíszítésénél, hogy maradjunk ezeknél a rózsaszín árnyalatoknál, illetve arra gondoltam, hogy mit szólnátok ahhoz, hogyha mondjuk nem rózsaszíneset csinálnánk, hanem mondjuk elmennénk egy kicsit türkizbe, türkiz árnyalatokba, mert hát miért ne lehetne türkiz színű virág, tehát hogy azzal is nagyon-nagyon szépen tudna mutatni, tehát hogy legyen hogy egy kicsit kékes, türkizes árnyalata legyen a virágnak, maga az egész virágnak, és mondjuk egy kicsit felcseréljük, hogy kékes árnyalatú legyen a virág, és mondjuk a, a levelekbe lehet egy picit rózsaszínes árnyalat, mert hogy olyan is van a természetben is. Ezt írjátok meg négy szíves kommentben nekem, hogy csináljunk ugyanilyet, vagy legyen akkor egy kékes árnyalat, és akkor olyannal fogok dolgozni, amit szeretnétek mert hogy, hogy lássuk meg, hogy vannak más... Jó, azt mondja, jó, Beata, szuper, Mária jó a türkiz, Lídia Betty azt mondja, hogy kékes szuper, Marika szeretném, ha türkiz lenne, Alexandra kékes árnyalat, Nagyszerű. Molnár Iléné jó a türkiz, Kékes. Szuper. Hát Jaj, de jó. Na, ennek egészen egyértelműen a kéket türkiszeset szeretnétek. Úgy, hogy... Azt csináljunk ugyanilyet. ugyanilyet. Azt is elmondom, jó, majd a lépéseknél, hogy gyakorlatilag a, tehát a, a lépések, a, a sorrend, minden ugyanaz, ha rózsaszínnel, sárgával, kikezül de bármilyen színnel csináljuk. a, a lényeg az teljesen ugyanaz, tehát ugyanebbe a, ugyanezekbe a lépésekbe, ugyanezzel a metódussal csinálunk mindent, jó? Tehát először is akkor, ugye mondtam, hogy van a virág stencil, azt amilyen kezetek ügyébe akad, az tényleg bármilyen. Elhelyett is lehet természetesen más levélformát venni, nem muszáj ezt a levelet, de ezt tudom, hogy lehet biztosan kapni. Meg. De cukik vagytok. Most még azért kettőt egyszerre nem, egyet egy, -egy belefér az időbe, de, de ezt esküszöm, hogy tényleg ugyanúgy, ugyanúgy kell mindegyiket csinálni. fogok mondani mindent rendben, sorrendben. Ugye van nekünk ez a új szita stencilünk, ami szintén nagyon-nagyon klassz. Itt ugye még van egy másik, illetve van ez a felirat még itt, még ez ide tartozna, tehát így egybe van, de én nem is egyszerűsége el szoktam vagdalni, mert hogy egyszerre úgy sem szokom, nem szoktam egyszerre az összes feliratot uh, fel stencilezni sehová, úgyhogy én mindig fölaprítom magamnak, és egy ilyen stencilt, hogyha fölvágjátok is, egy ilyet is többször lehet használni, sokszor lehet használni, csak nagyon figyelni kell arra, hogy amikor stencileztünk vele, akkor utána rögtön el kell mosogatni szépen, óvatosan, nem nyújtani, nem agyon súrolni szivacsal vagy bármivel, de egyébként szivacsal, egy kis dörzsis szivacsal finoman, óvatosan, gyönyörű szépen, vagy körömkefével is, de ha körömkefével, akkor nagyon óvatosan, nagyon finoman kell, igen hajnalka érjedik, hogy megint bebizonyosodott hogy földön kívüli vagy tíz éves tencijei ilyen állapotban vannak mi a titkok. Hát, de édesek vagytok a titkom az annyi, hogy ahogy azt se bírom elviselni, hogy a kezem piszkos vagy, tehát nem piszkos mert nem piszkos, mert egyébként a festékeket még imádom, meg imádom, meg imádok kézzel dolgozni a titka az az, hogy igyekszem mindig nagyon gyorsan lemosni. Ugye van nekünk a stencil tisztító folyadék, az nagyon-nagyon az klassz, hogyha munka után gyorsan belerakjátok a, akár egy kis laborba, vagy akár a mosogat, én mondom őszintén a mosogatóba szoktam berakni, olyankor mindent elpakolok, amikor dolgozok, hogy tiszta legyen a mosogatom, és akkor ott lerakom, mert annak egyenes a felülete, és akkor gyorsan körömkefével, és hogyha valami, mondjuk a, ha akrilfestékkel dolgozunk, ugye akkor nehezebb leszedni, mert az nagyon gyorsan ráhúz, és ugye azt tudjuk, hogy az visszatlanra szárad, tehát az a jó gyorsan kell dolgozni, illetve jó-jó gyorsan le kell mosni, hogy az tényleg szépen lejöjjön, de ha befújjátok ezzel a stencélmosó folyadékkal, pár percet, egy 5-10 percet szoktam várni, hogy hagyd dolgozón rajta, utána óvatosan körömkefével szépen egy picit átdörzsölni, és gyönyörűen le lehet le takarítani. Tényleg, csak az a lényeg, hogy nem szabad, rá, nem, hagy, nem szabad hagyni, hogy rászáradjon. Na már beszélni se tudok. Szóval, ennyi az összes titok, tényleg és tehát ezeket a stencileket, szita stencileket is lehet használni többször, és arra kell figyelni, hogy ezt is szintén gyorsan lemosni, de ez majd a végén fog uh, sorra kerülni. Most, uh, ugye azt mondtam, hogy először mindenképpen alapozunk, uh, hátterezünk, bocsánat, időnként félrebeszélek, ezt addig elteszem innen, hogy ne legyen útba. Uh, ahhoz, hogy azt a kis sejtelmes hátteret ö, kialakítsuk, kétféle ecset, ö, ecsetet szoktam én használni. Az egyik ugye a stencil ecset, a stencilező ecset, ami ugyanilyen erősebb ö, sörte beszélünk, tehát ennek nem annyira nagyon puha a szőre, de hogyha minimális festéket vesz fel az ember, és ilyen körkörös mozdulatokkal szépen elkezdünk dolgozni, akkor azzal is nagyon szépen meg lehet oldani, de mostanában az ilyen sejtelmes, kicsit ilyen füstös hatás eléréséhez ezt a szintetikus körecsetet szoktam használni. Nézzétek meg, hogy mennyire nagyon sűrű a, az. az egész ecset, tehát iszonyatosan tömött, sűrű, és emellett végtelenül puha, nagyon-nagyon puha a szűrés. Szóval ezt az ecsetet, ebbe is van többféle méret, ezt hihetetlenül imádom, ez bútorfestéshez. Ez a hátterezésekhez, az összemosásokhoz és az ilyen sejtelmes hátterek megfestéséhez is kiválóan alkalmas, úgyhogy ilyen ecsetet érdemes beszerezni. Nem túlzok, tényleg én ezt nagyon imádom. Na, és hogyha látjátok, akkor ez az ecset az, amiből iszonyatosan nehéz kimosni a festéket, méghozzá azért, mert ennyire nagyon-nagyon sűrű, és nagyon sokszor tényleg kell uh, átmosogatni, de de abszolút megéri, mert, mert egy abszolút teljesen tessék, igen. a Györgyi kérdés, hogy akkor ezt a várjunk, nem kell alapozni, ugye? Ezt nem kell alapozni, erre nyugodtan lehet így festeni. E, igen, ez már le van festve, elő van készítve, nekünk az a dolgunk, hogy erre dolgozzunk. Szóval ecset. Na és akkor most következik az, hogy kialakítjuk a hátteret, mert ne csak beszéljek, hanem egy kicsikét dolgozzak is. Szóval azt mondtuk, hogy akkor a türkizes uh, virágot készítjük, akkor ahhoz, hogy egy türkiz virág jól mutasson, kell nekünk valami eltérő szín. Ezért én most ezt a, a dekor festékből, az új színekből van a pink. Hát tényleg nem akarok, nem tudom én milyen nagy, nem tudom, hogy milyen nagy szavakat használni, de ez a pink nem azért, mert imádom a rózsaszínt, persze imádom a rózsaszínt, de ennek valami hihetetlenül szép rózsaszín színe van. Tehát annyira, annyira gyönyörű szép fölkenve, és én először még direkt nem is akartam használni, megmondom nagyon őszintén, mert hogy ne legyen az, hogy én mindig a rózsaszínekhez nyúlok először, meg hát ugye nyilván tudjátok, hogy, hogy, hogy kedvencem. Igyekeztem elkerülni, első körben nem is, nem is próbálkoztam vele, de aztán csak nem bírtam megállni, és hát szerelem lett ez a szín is. Szóval ahhoz, hogy nekünk a háttér ott tartottam, aztán hozzáveszek még egy kis uh, türkiz zöldet, azért, mert uh, ne csak az a rózsaszín legyen ott hirtelenbe, hanem legyen egy kis türkizes árnyalat, de a zöld nem a türkiz kéket, hanem a türkiz zöldet fogom hozzá használni. Ebből is egy picit kiteszek a tányéromra. Aztán mindjárt megmutatom majd azt is, hogy hogy szoktam. Ez olyasmi, mint a száraz ecsetes technika, tehát gyakorlatilag minimális festéket használok, tehát nagyon-nagyon kevés festéket veszek föl. Még hozzá azért, mert attól lesz egy kicsit ilyen füstös, egy kicsit ilyen homályos, hogy úgy mondjam, a háttér kicsit ide húzom közelebb, így jól látjátok, ugye? Jól, oké. Tehát fölveszek az ecsetnek, megpróbálom a ecset közepére venni a, a, festéket, méghozzá azért, mert itt lerakom, és egyszerűen így körkörös mozdulatokkal gyönyörű szépen beledolgozom az ecsetbe. Tehát így, ha látjátok, mindenhová jutott belőle, de nem ragadt meg a szélein, tehát nem fogom összekenni a vászonnak azon részét, amit nem akarok összekenni vele. És akkor gyönyörű szépen elkezdjük ilyen körkörös mozdulatokkal, picit így elvéknyíteni az egészet, így fölfelé, nem kell telibe festeni, nem, nem az a lényeg, most nem az a cél, hogy totálisan teljesen tele fessem az egész felületet, hanem csak ilyen foltok, ilyen kis sejtelmes foltokat próbálok meg kialakítani. Oké, folytatom még ezzel a, ezzel a pinkel, megint csak nagyon kevés festék, jól beledolgozom az ecsetbe, szintén körkörös mozdulatokkal, itt a ragasztott résznél, ott érdemes azért egy kicsit jobban rámenni, mert ugye úgy lesz nekünk egy szép sávunk, egy, úgy, úgy fogjuk tudni, hogy szépen el választani illetve úgy lesz olyan szép kontúros az a része ahol azt akarjuk hogy látszódjon hogy ott egy kicsit elválik a feszített vászontól. Oké most ezt az oldalát is elkezdem hogy innen is egy kicsit nagyjából olyan arányokba dolgozok egy egyformán a két oldalon nem kell hogy totálisan egyforma legyen csak azért mégis egy kicsi szimetria legyen benne, nem túl sok, csak éppen egy kevés, hogy amikor ránéz az ember, a jó érzés legyen a szemnek ránézni, ne egy ilyen káosz legyen az egész, amikor kész van. Ezeket úgy érdemes betartani, mert akkor... A Szilvi fogalmazta meg, a Szilvi, a Starenki Szilvi fogalmazta meg nagyon jól, az nagyon tetszett, amikor az egyik videójában mondta, hogy hogy ugye a, nem mindegy, hogy a, amikor a, hm, mindjárt mondom, a, közben koncentrálok ide is, úgyhogy ne ne nehéz egyszerre so sok mindent mondanom, de amikor a, nem a de hogy is a mix media suli volt, és akkor mondta, hogy ugye egymásra halmoz tulajdonképpen az ember sok mindent, de hogy ne legyen szétszórva, és hogy hogy gyönyörű szépen úgy vezesse a szemet, hogy egy, egy helyre, tehát hogy ne, ne szétszórva legyen, na, és itt is ahhoz tudnám hasonlítani, hogy ne szétszórva, össze-vissza, mindenfelé legyenek azok a foltok, hanem valami picike is, valami kis harmónia legyen benne. Úgyhogy talán így, így tudnám ezt jobban átadni nektek, vagy így szóba elmondani, de azt hiszem, hogy azért látszik, hogy mit csinálok. Most ugyanígy, megfestjük az alsó részét is ja igen, napló mire jó a határidő napló? hát arra, hogy ugye a feszített vászonnak a közepe az mindig egy picit így berezonál hogyha így elkezdünk rajta nagyon dolgozni, úgyhogy ezt érdemes kitámasztani, vagy alátámasztani ezért én a a kis naplómat szépen beszoktam rakni alá, és akkor már is nem süllyed be, sokkal egyenesebben, sokkal jobban tudok rajta dolgozni. Úgyhogy érdemes egy ilyet így alá tenni. szalag nem csinálja jól a dolgát, lehet elfárad ebbe a melegbe, de hát nem csodálom. Mondjuk most ma tényleg jó idő van. Szeretitek-e a stencilt? Azt mondjátok meg nekem, légy szíves, illetve gondolkoztam rajta, mert ugye az egyik videóban, még a téli videóban azt hiszem, most nem is emlékszem pontosan, hogy melyik videó volt, de hogy is nem, az tavaly, tavaly nyáron volt az, amikor csináltunk, és az, igen, bocsánat, az nem pentártos videó volt, bocsánat, bocsánat, Ö, hanem volt egy videó, amiben csináltunk saját stencilt. Ugye itt nem kell olyan borzasztó részletgazdag stencére gondolni, hanem egyszerűen csak egy ilyen egyszerű mintákat, hogyha az ember kinyomtat, és igen, tehát még egy jó dolog. A világító tornyos, igen, 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 igaz, 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 ami igaz, közben itt sok Laci nekem, hogy a világító tornyos stencil volt az, amit ö, egyszerűen kinyomtattunk, és akkor ö, Mm, átrajzoltuk a írásvetítő fóliára, és uh, csináltuk, kivágtuk uh, dekorkéssel, és csináltunk belőle is tencit. Nyilván, hogyha nagyon-nagyon részletgazdag egy uh, minta, akkor azért az macerás, illetve hát az annál nehezebb, de még az is megoldható. Uh, és most ezt igazából azért kezdtem el mondani, mert uh, gyakorlatilag lehet, uh, hogyha nincs uh, virágmintás stencil, akkor egy egyszerű virágot, hogyha találtok fönt interneten, biztos, hogy vannak ilyen, mondjuk sziluettek, vagy ilyesmik, abból ki lehet nyomtatni, és nagyon egyszerű virágokat egy írásvető, írásvetítő fóliára átrajzolni, kivágni, és akkor már is van stenciletek. Ez az egyik dolog. A másik dolog, amit, amit érdemes Hát nem is azt mondom, hogy mindig, mert tulajdonképpen minden, minden esetben nem lehet ilyen. Ezeket a. Nem, hogy mindjárt mutatom inkább, mint hogy most itt körbeírom. Tehát nem lehet mindig ezt a fajta stencilezést alkalmazni, de én azért szeretem a stencilezésnél ezt a, ezt a típust alkalmazni, mert tényleg olyan, olyan hatása van, mintha egy kis festmény lenne, és gyakorlatilag. Nem is annyira lehet látni, hogy a stencil. Mert hogy? Miért is, uh, miért is olyan kicsit uh, idegen, vagy hát nem is azt mondom, hogy idegen, hanem nem is tudom, hogy hogy fejezzem ki, de hogy miért is uh, olyan fura, amikor az ember egy ilyen virágot akar stencilezni. Mert ugye ahhoz, hogy egy uh, virág uh, elkészüljön, tehát hogy az a közepet, tehát ez a része ne essen ki, kellenek ezek a kis összekötő elemek, amivel ugye nem esik szét a kép. Tehát minden minden uh, virágba, tulajdonképpen meg minden uh, levélbe, látjátok ez a kis vonal, ez, ez tulajdonképpen így megállna a helyét a levél, ha ez nem lenne itt középen, de muszáj belerakni egy ilyen közepet, mert már egy ekkora uh, minta a kivágásra kerül, vagy itt vannak ezek a levelek, vagy, vagy a szirmok, már ezek is elég nagyok ahhoz, hogyha mondjuk ennél már tényleg nagyobbakat, nagyobbakat uh, vágnak ki az ember, akkor nagyon könnyen elmozdul, nagyon könnyen aláfolyna, nagyon könnyen uh, sérülne tisztításnál, Szóval ezek a kis átkötő elemek, és még ennél a stencilnél nem is annyira lehet látni, de vannak, biztos találkoztatok már olyan stencilel, hogy maga a minta olyan, hogy muszáj ilyen kis összekötő szálakat belerakni, hogy ne essen szét az egész. Na és ezeket kiküszöbölvén azért jók ezek a megoldások, ezek a először hátterezünk, és akkor utána dolgozunk a a stencillel, és még közben itt csinálunk egy kis trükköt, mert így, így ezt abszolút el tudjuk kerülni, hogy az olyan látványos legyen, hogy, hogy itt, ott, amott azok a kis benne maradt részek észrevehetőek legyenek. Na, szóval itt közben a, ugyanezt a... Részt ugyanezt a fázist végig csináljuk, csak itt egy kicsit ebből a türkiz zöldel mindenhová, hogy ebből is legyen egy kis ilyen füstös, egy kicsit ilyen homályos árnyalata az egésznek. És akkor mindjárt jobban jár a kezem, illetve mindjárt azért egy kicsit begyorsítom, hogy ne csak ezt nézétek, hogy én itt ezzel az ecsettel mit művelek de azért már így is lehet látni, hogy, hogy mennyire kis helyes, és majd igazából akkor lesz még látványosabb, amikor majd lekerül róla a maszkoló szalag, mert ugye az akkor egész határozott vonal lesz, és a mintát úgy sokkal szebben, sokkal jobban kiadja. Tehát éppen, hogy alig, alig teszem rá a felületre, a vászonra az ecsetet, és ilyen körkörös mozdulatokkal gyakorlatilag átsimogatom az egészet. És attól lesz ilyen nagyon jó pofa kis homályos, nagyon jó pofa kis... Hát nem tudom másképp mondani, nekem ez olyan kicsit olyan füstös hatás, olyan, olyan kis... Olyan kis cuki. imádom egyébként ezt a hatást, amikor ilyen kis füstös, olyan kis fátyolos, talán a fátyolfestéstől kiindulva, onnantól kezdve szeretem ezt az egészet, mert hogy ott is annak a fátyolfestésnek az a kis sejtelmessége az, az annyira, annyira jó pofa. No, szóval megvan a hátterünk, ugye? Tehát kész a háttér. És akkor most jön az a része, hogy stencilezünk a virágot. Előveszem. Ugye nem cél az, hogy egy egész virág most teljes terjedelmébe ott legyen, mert nem nem az a lényege, hogy most teljes egészében az egész virágot lássuk, hanem csak ilyen részeket belőle. Hát szerintem maradok ennél, ennél a virágnál, mert úgy nagyjából a nagysága ennek a virágnak tetszik nekem ezt egy nagyon picit, miután ugye nagyon-nagyon kevés anyaggal dolgoztam, vagy festékkel dolgoztam, így rögtön azonnal rá lehet tenni a stencilt, nem fog elmosódni, nem történik semmi vele, hanem nyugodtan egyből rá lehet. Ilyenkor mindig csak nagyjából benézem, hogy körülbelül hová, hová rakjam föl, meg nagyjából hogy, hogy helyezkedjen el, és akkor utána azért nyilván így jó, hogyha leragasztjuk, legalább egy maszkoló szallaggal, mert hogy ha elmozdul, akkor azért az úgy nem lesz annyira szép. Na most, az fog következni, hogy először is, igen, először is kiveszek a smarag zöld festékből, elázott a doboztetőm, mert így ráztam föl, festékeket mindig fölrázni, ugye, mielőtt használnánk, előtt mindig alaposan föl kell rázni, én ezeket jól fölrázogattam, és azért néz ki így a teteje, mert kis túlbuzgó voltam, hogy rendesen föl, fölrázogattam. Szóval kiteszek most a smaragzöldből. Ez a smaragzöld, ugyan ez a neve, de ha ehhez egy pici fehéret keverek, akkor ebből egy gyönyörű szép türkizárnyalat lesz. Majd meg is fogom mutatni nektek mindjárt, de először, hát ezt majd le kell takarítanom, ezt a festéket, így nem rakunk el festéket, oké? Okay. Én most csak így tényleg a gyors, gyorsabb váltás miatt leraktam így, vagy ráraktam így, de így nem rakunk el festéket, mert beleszárad a tetejébe, és akkor egyrészt bele fog peregni, amikor kivesszük és újra használjuk, már az elszáradt festék, másrésztről pedig akkor összekennünk vele mindent, hogyha a szájára is rákenegetünk, tehát végig a dobozra rákenegetünk, úgyhogy azért így ne, ne rakjatok el soha festéket, mindig szépen meg kell törölgetni a, a doboznak a száját, végig a tetejét letörölgetni, és hogyha úgy teszitek el a festéket, akkor sokáig jó lesz, nem fog levegő, nem kap levegőt, sokáig tudjátok használni a festéket, és meg a meg a doboz sem uh, megy tönkre és nem lesz vele gondunk a többi festéshez nem ezt az ecsetet fogom használni hanem a sima stencilező ecsetet igen a fehér festékből még kiveszek azt hiszem, ezt is összeráztam de azért megnézem igen ez még teljesen új úgyhogy ezt még egy kicsit rázom és ez nem fog összekenődni és kiveszek hozzá a A fehér és ez a smaragzöldnek a keveréke, az nagyon szép uh, türkisz szint fog nekünk adni. Imádom a festékeknek a, a színeit, imádok vele játszani, hogy egy kicsit uh, kevergetni hogy milyen színből, milyen szín lesz. Szoktatok kevergetni, próbálgatni színeket, kikísérletezni színeket, új árnyalatokat? Majd azt is megmutatom mindjárt, illetve majd, ahogy haladunk, megmutatom, hogy milyen érdekes az, amikor ez a smaragdzöld és ez a pinknek a keveréke mennyire klasszul tud kinézni. Nos, tehát van nekem a tányéromon most már a smaragzöldből, van a fehérből, és még, igen. Másik kérdező, nem szoktad leszedni a tető alatti nem szoktam leszedni, a, abban az esetben leszoktam szedni, igen, hogyha megsérül, mert hogy így sokkal jobban Megmarad a festék, de hogyha megsérül ez a fólia rajta, akkor érdemes le, leszedni róla teljesen, és érdemes akkor egy darab alufóliát ki-tépni, vagy letépni, és akkor azzal szépen be lezárni, mert tulajdonképpen tényleg az ember saját magának kiméli meg a festékeit. Én. Igen, tehát mindenképpen kell visszatenni rá valami fóliát. nagyon sok jó tanácsot kapunk, tényleg igazi technika Hát, de aranyosak vagytok. Hát én örülök neki, hogyha ha így van, mert uh, rengeteg, uh, igen. A Emelke írja a színkeveréshez, hogy a porcelán neki muszáj keverget. Jaj, de jó, az nagyon jó. porcelánvirágok, ó, oh, igen. Uh, Azt hiszem, hogy most jöhet, most már tényleg jöhet a stencilezés. Bocsánat, ilyenkor ezt szoktuk mondani, de ez tényleg így van. Próbáljátok ki egyszer. És köszönöm, megéri egyszer megpróbálni, hogy eh, amikor így, eh, mondjuk, állítsátok le a telefont, és vegyétek föl, amit csináltok, és közül veszélyetek folyamatosan. Hihetetlen egyébként, hogy mennyire, mennyire, nehéz. Nem gondolná az ember, még akkor sem, hogyha tudja az ember, hogy miután mi következik, de az, amit a, a, a feje, az agyamba, amit gondolok, meg amit a kezem csinál, és közben figyeljek oda, amiket mondok, mert ugye butaságot nyilván nem mondok, na mindegy. Az, az a lényeg, hogy tényleg nehéz így koncentrálni, meg figyelni, és tényleg szépet alkotni közben. Nem gondoltam volna, azt gondolja az ember így, hogy ez így nagyon-nagyon egyszerű lehet, de nem az. És ezért van az, mindannyian szoktuk mondani, hogy akárhányszor újra sorra kerülünk, mindannyiszor izgulunk, és nyilván van bennünk egy ilyen kis druk is, hogy, hogy mindent el akarunk mondani, mindent szeretnénk jól megmutatni, és, és aztán van, hogy elkalandozik egy kicsit a gondolat, mert most már, akkor már abban a pillanatban már azon fókuszálok, azon, töprengek, hogy most akkor miután mit fog csinálni, és hogy most nehogy azt a szint kezdjem el, amit már, amit már megcsináltam, szóval, na igen. Úgyhogy most a türkiz, tehát azt mondtuk, hogy egy ilyen türkizes virágot fogunk elkészíteni, egy picit veszek a fehérből az ecsetemre, egy picit ebből a smarag zöldből, és egy picit kikeverem, látjátok milyen szép, milyen szép türkiz lett? Nagyon-nagyon szép színelet, lett. Na de, itt még nem állunk meg, mert nekünk most ez, figyeljetek, tehát nekem most csak ez arra kell, illetve annyira kell, hogy egy nagyon picit meghatározom, hogy hol van, hová fogok uh, dolgozni, illetve melyik részét fogom elkészíteni, illetve ho hová esnek a szirmok. Mondom én, hogy félre beszélek. Szóval mindjárt látványosabb lesz, amit az előbb próbáltam itt elregélni nektek. Nem innen mutatom, hanem inkább innen. Ugye most ez így néz ki nekünk, tehát látszik, hogy jó lesz a látszik, hogy hol lesz a virágunk. Na de, itt még nem állunk meg. Ahhoz, hogy a virágunknak a közepe is szép legyen, tehát ez a belső része, és ne legyen olyan, mintha csak a háttér lenne, tehát hogy egy picikét adjuk meg a mélységét, ugye a virágnak egy picit legyen élethűbb a virág, ahhoz kell nekünk egy picit sötétíteni, kell nekünk egy picit fölvenni az alapszínből, tehát a smaragdból, picit itt beszínezem, de csak ezen a részen olyan óvatosan, Mondhatni azt, hogy összemázgáltuk az egészet, és hát mi lesz ebből? Jelentem, virág lesz belőle. Ugye megvan a közepe. Egy picit még egy kicsikét átkenem. Most már ez lehet, hogy sok, de hogyha sok az ecseten a festék, akkor nemes egyszerűséggel ki lehet törölni. ugye megvan a virágunknak a közepe, vagyis hát az a része, ami úgy alapjáraton sötétebb. Jó, hát most itt lett egy pacánk. Na de most az volt a cél, hogy legyen egy pacánk, mert most az fog történni, hogy visszahelyezzük a stencét, mert mit mondtam az előbb, gyakorlatilag most mi csak azért raktuk föl a stencét, illetve én azért raktam föl a stencét, hogy meglegyen a helye, hogy hol kell nekem beárnyalni a közepét. Tehát most ez csak egy ilyen vezető volt, hogy hová fog kerülni a stencinem. Így, gyönyörű szépen visszaillesztem oda, ahol volt. Apa, nem csúszol el, gyere vissza. Így, visszaillesztettem oda, ahol első körbe volt, és akkor most jöhet az, hogy egy picit fölveszek a smaragból, fölveszek hozzá egy kis fehéret, egy kicsit beledolgozom az ecsetbe, ugye azt mondtuk, hogy abból lesz egy ilyen jó kis türkiz nem akarom, hogy olyan nagyon sok legyen benne, ezért leítatom. Aztán elkezdem szépen átkenegetni. Persze nem ártana, hogyha megszáradna, gyorsan szárad ez a festék, de azért annyira nem, szóval, hogyha ti otthon csináljátok, akkor egy picit várjatok többet vele, amíg megszárad. Aztán most már csak fehéret veszek föl hozzá, egy picit bele dolgozom, szintén leítatom, mert nem akarom, hogy nagyon sok legyen, picit itt is ilyen színátmenetet menetet festünk neki, oké, és ide a tetejére, egészen a sziromnak a végére, most már csak tényleg fehéret, ezt is leítatom, hogy ne legyen sok, és egyszerűen itt már csak a fehérrel, dolgozunk. Oké. Okay. Most a, a szalagot azt ne nézzétek, mert azt nem ér nézni. De lehet látni, hogy már gyönyörű szépen megvannak a szirmok, egy picit elsötétedett, és ugye ott, ahol alapvetően fekete lenne, ott sem fekete, mert alá dolgoztunk ott szépen a, a mi a fenével? A smaragzölddel. Oké, okay. még mindig vissza lehet itt, azért érdemes megvárni a száradást, mert most lehet, hogy éppen most maszatoltam el, de azzal sincsen semmi baj, mert azzal is lehet még szórakozni egy kicsit most a közepére, itt is meg lehet még egy kicsit bolondítani, hogy egy picit úgy elkülönüljön minden egyes része. Illetve, és már is milyen kis cuki lett a virágunk, ugye? Mindjárt mutatom egy kicsit közelebbről. Hoppá! Így, azt hiszem így. A maszkoló szalagot ne nézzétek, csak maga a virágot, jó? Oké, okay. tehát egy virágunk kész, most megfordítjuk a másik oldalára. Ugyanígy. Remélem, egy picit azért teszek ide egy szívviát, hogy nem aszatoljam össze azt a részét, amin dolgoztam. Nem akarok hajszárítózni, mert nem akarok zúgni Úgyhogy most csak egyszerűen így leragasztom, és itt semmi baja nem lesz. Hédia, hogy... Többen írják, hogy milyen szép, Monika, hogy szinte élet... életre kell, Nagyon szép. Hát nagyon örülök. Hú, de nagyon szép. Örülök neki, de tényleg. Nagyon örülök. Ezt is szintén megnézzük, hogy melyik, tehát hogy nagyjából középen legyen, nagyjából betájoljuk ugye azt mondtam, hogy csak megnézzük, adunk neki egy, csak egy nagy vonalakba egy, most már egy kicsit gyorsabbra veszem a figurát, csak azért még ismétlés, az nem át, tehát, ups, kicsit lejjebb húzom, mert ott van alatt a kis naprócskám, megadjuk neki azt, hogy hol, hol van a virág, ugye leemeljük, látjuk, tudjuk, hogy hol vannak is virágunk, a közepét szintén ugye átkenjük, azt mondtuk a türkizzel, illetve a smaragdal, bocsánat, a smaragdal, megadjuk neki itt ezt a háttérszint, kicsit még benne van az ecsetembe, és egyébként meg ennyire gyorsan azért nyilván nem szárad meg a festék, de nem baj, mert nekünk itt most nem lényeges, hogy egy kicsit összemaszatolódik, hiszen úgyis rámegyünk még a következő réteggel, úgyhogy nekünk csak az a lényeg, hogy ezt a belső részt is egy kicsikét befestegessük úgy. Ugye itt azokat a részeket, amit a stencil mint a maga a stencil mint a kitakar, annak adunk most egy olyan zöldes árnyalatot, ami maga a virág színe. Jó, most visszarakjuk a stencinünket. Így, így, itt volt valahol, ezt is ne ragasztom, hát ez a maszkoló szalag, ezzel nem vagyok valami hű, de elégedett, eléggé minőségű, vagy én nem is tudom, tehát ilyen tényleg nem, nem annyira ö, szépen rögzít, úgyhogy... Ö, Érdemes odafigyelni a maszkoló szalagokra, olyan különbség van közöttük, hogy nem igaz, tehát tényleg egyik másik hihetetlenül jó, másik, de ugyanebbe a, minős, vagy ugyanebbe a sárgába, mert van ugye a, a, a rózsaszín, illetve a lila, ami ilyen szenzitív, és elég drága is, de ezekből a sárgákból, ezen belül is ugye vannak a, a Különböző um, erősségűek, igen, és uh, van, amelyiket annyira, annyira lájtosra csinálják, hogy egyszerűen alig tapad. Úgyhogy érdemes odafigyelni. Itt már fölvettem egy kis fehéret hozzá, ugye azt beszéltük, hogy középső részre a szirmokon belül, tehát bármilyen virággal dolgoztok érdemes így legalább a három szint, vagy három árnyalatnyi részt elkülöníteni egy picit, és akkor a felfelé menet mindig egy picit világosítani rajta, a felső részbe, meg szinte már csak, csak fehérrel, vagy csak fehéret hozzávenni, de hogyha más színnel dolgoztok, ha mondjuk rózsaszínnel dolgoznánk, ugye, mert azt mondtam, hogy azt is elmondom, tehát akkor pedig ugyanígy a rózsaszínhez jön egy kis ö, fehér, és akkor azzal dolgozunk egy kicsit többet, tehát hogy a rózsaszín és a fehér. Ez ideját, hogy csodálatos színek. Nagyon szép színek, egyébként tényleg nagyon-nagyon szép színe van, így fehérrel keverve meg, fúj, nagyon-nagyon teljesen oda vagyok érte. így, még egy kicsit a fehér, és akkor még ide is teszünk egy kis világosabbat, így van, hogy ez is elkülönüljön nekünk egy kicsit, nagyjából ennyi, és megvan a következő virágunk, és akkor uh, innen jöhetnek a levelek, de a leveleket, illetve a leveleknél még ugye nem állunk meg, hanem a levelekből, és most ezt a stencilt nem. Igen, a dekor festéket azt tudjátok, hogy miután egy kréta festék, ezért sokkal, sokkal könnyebb lemosni a stencilekről. Ezért most nem kapkodok, és nem fogok most odaszaladgálni szaladgálni, kimosni, illetve lemosni a stencilemet, hanem most egy picit félreteszem, aztán majd ezt még visszaveszem, és hogyha miután befejeztem a videót, és utána fogom elmosni, akkor is még le fog jönni gyönyörű szépen a stencéről, úgyhogy a krétafestékeknek megvan az a jó tulajdonsága, hogy sokkal egyszerűbb lemosni, és sokkal könnyebb csiszolni. A leveleket azt mindig úgy szoktam fölhelyezni szintén, hogy megnézem, hogy nagyjából hová teszem, hová, hová rakjam, hol mutat jól, nincs benne olyan nagy logika csak annyi, hogy mi szép a szemnek. Tehát, hogy érzésre, hogy ahogy rakosgatom, kitalálom, hogy most akkor ez így, így lenne. látjátok, hogy itt van a virág, hogy akkor most ez hogy, hogy néz neki jól. Hogyha most lefelé rakom, az olyan, mintha olyan szomorú lenne. Ha, ha fölfelé rakom, akkor egy kicsit olyan vidámabbnak tűnik, akkor olyan, olyan, olyan kikelet, olyan, olyan, olyan mit tudom, én nyitottabb, tehát nekem az most így jobban tetszik, úgyhogy így szépen fölfelé megyek majd a levelekkel, tehát, hogy fölfelé, kicsit errefelé nyíljanak, tehát inkább nyíljanak, ne, ne zárjanak így befelé. Jó, tehát azt is tényleg minden esetben csak úgy szoktam megnézni, hogy oda rakom, oda addig nem rögzítem, amíg úgy nem gondolom, hogy ez most így szépen fog mutatni. Nos, a, azt mondtuk, hogy ugye megcseréljük a történetet, tehát most a, nem a virág lesz rózsaszín, hanem a levélben lesznek kis rózsaszín foltok, illetve egy nagyon-nagyon picit belecsempészünk a rózsaszínből, mert hát miért ne lehetne nekünk rózsaszín a levelünkbe? Abszolút lehet olyan, úgyhogy én ezt az ecsetet most nem mosom ki, gondolkodok. Jó, oké, ezt itt hagyom, mert ugye még fogjuk használni. Előveszem a másik ecsetet, a másik szintén stencil ecsetet, és mondjuk választom hozzá, ami színben még nagyon passzol hozzá, teljesen jól működik, az a összekeverednek a fejemben most tengerészkék, szintén dekorfesték, borzasztó sok szín van, sok festék van, úgyhogy most már tényleg nagyon nehéz megjegyezni, hogy melyik szín melyik, mert ugye van pink a akrélfestékbe, a krémes akrélbe, a mindenfélébe, szóval most már tényleg borzasztó nehéz követni, hogy melyiknek pontosan mi a neve már, hogy a festék színeknek, mert van, amelyiknek ugye a fantázia neve van, van, amely a pink, a pink, hát nyilván azt ugye látjuk, hogy pink, de, de azért Igyekszek, igyekszünk megjegyezni, de azért muszáj ránézni, hogy ne beszéljek butaságokat, hogyha gondoljátok videó után, majd odaírjuk, ahogy szoktuk, hogy milyen, milyen, színeket használtam pontosan. Tehát ez a tengerészkék, amit most fogok itt a levéllel elkövetni. Ez egy mély, mélyebb árnyalat, de nagyon szépen működik ehhez a, ehhez a smaragdhoz. Teljesen, szépen mutat vele. Itt szintén csak megadom neki az alapot, tehát ez lesz az alapsz, alapszín, ez a tengerészkék. Itt is egy picit ilyen körkörös mozdulattal szoktam. Papírtörlő legyen nálatok mindig, a felesleget egy kicsit le lehet itatni. Ugye a stencilezés, a stencil minták mindig úgy lesznek szépek, úgy lesznek konturosak, hogyha nem túl sok festékkel. Én legalábbis így szoktam, én így szeretem, és, és itt tényleg jól mutatnak belemegyek egy kicsit a pinkbe, avval is csinálok egy ilyen kis körkörös mozdulatot, Látjátok, a pink és ez a tengerész, tengerészkék, hogy mennyire szép lilás árnyalatot adott nekem. Nagyon jól néz ki, de ez még nekem nem elég, tehát még egy kicsit még jobban ki kell törölnöm a ecsetből. Még egy kicsit fölveszek, na most már egészen jó árnyalata van, és egyszerűen így a leveleknek a végében nem mindenhová, csak itt ott, 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 teszek egy kis pinket, mert hogy ez marha jól fog mutatni nekünk így színbe, tehát színeibe ez olyan szépen ki fogja egészíteni. Nem kell megijedni a színektől, még akkor sem, hogyha levél, és akkor sem, hogyha a természet nem halálpontosan így diktálná, hanem egy picit máshogy. Másik oldalára is teszek, mert ott is szeretném, ha lenne egy kis ilyen árnyalat, nagyjából olyan ívbe szintén fölfelé. Hát most szerintem csak megyek így egy kicsit ezzel a, ezzel a színnel. Most fölveszek egy kis tengerészkéket. És igazából az az, az, az igazság és az a helyzet, hogy Hallgassatok úgy a szívetekre, amikor így festetek egy, egy ilyen stencilezett képet, és így álljatok meg egy pillanatra, nézzétek meg, nézzetek rá, hogy hogy hogyan tetszik, hogy, hogy valami hiányzik-e még, és nyugodtan bele lehet menni színekkel, nyugodtan lehet egy kicsit játszani. Annyira, annyira klassz kis, tényleg klassz kis játék ez így, hogy az ember próbálja, és, és, és mer bele, belemenni esetleg egy levélnél ilyen színekbe. Annyira klasz dolgok sülnek ki belőle. Legalábbis nekem tetszik. Na, de mondjátok meg ti, hogy tetszik ez a variáció nektek, vagy, vagy nektek nem annyira. Most ugyanazt a részt megcsinálom ugye fönti, vagy másik oldalon is, mert hogy azért valamennyire szimmetrikusan kellene. Nem kell hajszál pontosan ugyanúgy, csak úgy nagyjából azért mégis valami kis szimetria azért legyen benne. Szoktátok így, így csinálni, illetve szoktatok így ti is egy kicsit szórakozni ezzel a stenciles dologgal. Na, senki semmi. Itt vagytok még? Vagy csak magamba beszélgetek? Éva írja, írja, hogy neki tetszik, szép, Róza is írja, nagyon szép. Majd még lesz. Jól van, örülök neki, tényleg. Szerencsé, Róza, én most tanuljuk. Most tanuljátok, édesek vagytok. Nagyon-nagyon klassz. Ugye, hogy klassz, tényleg? Anita is írja, nekem ez nagyon új. Tényleg? De jó akkor tudok mutatni egy kis újdonságot, ez tök jó egyébként. És nem írtatok nekem semmit, hogy mit szeretnétek videóba, itt a videó alatt légy szíves kommentbe, írjatok már, ha van ötletetek, hogy mi az, amit szeretnétek látni tőlem. Jó? Tehát, hogyha bármi olyan van, ami piszkálja a fantáziátokat, vagy, vagy valamit szeretnétek megtudni, hogy hogy készült, vagy, vagy nem tudom. Akkor írjátok már meg nekem, és én nagyon szívesen megmutatom, illetve nagyon szívesen uh, csinálunk videót róla, bármiről, mert hogy, uh, mert hogy tényleg nagyon szívesen, csak ugye nem tudom már sokszor kitalálni, hogy mi az, aminek örülnétek. Oké, okay, most a, nem mostam ki az ecsetem, igen. írja, hogy hát nagyon figyelünk. A, kérdező, ezt a lehet használni. Természetesen. Tehát amire tudsz szentérezni, bármire lehet használni, bármire egész nyugodtan. Oké, most megvan ugye a kis rózsaszínes levélkénk, most ide csak a szinte a rózsaszínből tettem. Arra nagyon figyelni azt tudjátok, hogy ugye mindig rögzíteni kell. Most én itt csak az ujjaimmal rögzítem, mert ugye. Pici ez a minta, és nagy valószínűséggel nem fog elmozdulni, de de mindig alaposan rögzíteni azért, hogy tényleg szép legyen, ne legyen masszatos. Most egy picit még rendbesulott nekem is meg, is, meg is adta magát ott egy picit, ha látjátok, de a elpakolok egy kicsit innen írják, hogy nagyon figyelnek, itt vannak ilyen van, csak nagyon figyelnek. Jaj, de aranyosak vagytok, de komolyan. Itt vagyunk, és elállt a szavunk. Nem hát tényleg? Ne, de jó! A dalma írja, hogy első hallás egy kicsit merésznek tűnt, de most látva igen látványos. Ugye? A ugye, ugye? Igen. Azért mondom, hogy nagyon sokan meg se próbálnák, azért, mert, mert hát mi a fene keresni valója van egy rózsaszín levélnek, mondjuk egy bármilyen kompozíción, tehát én ezt értem, meg én ezt tudom, hogy biztos vagyok benne, hogy sokan gondolják így, de, de nyugodtan lehet egy kicsit játszani, és nem feltétlen kell. Mindig, a, mindig az összhatás számít. Tehát, hogyha összhatásában valami szép, valami kellemes a szemnek, akkor nem baj az, hogyha nem pont olyan, amilyent az embertől elvárnának. Tehát most ez így nagyon durván hangzik, de, de teszem azt a a levél az nem, nem, csak zöld lehet, vagy úgy, ahogy egy virág sem csak rózsaszín, és, és érdemes kipróbálni színeket. Ez ugye nem titok, én most voltam pihenni egy kicsit, elvonultunk a barátainkhoz, és hatalmas nagy kertjük van, amit imádok, és sok cica meg kutya, amit szintén nagyon-nagyon imádok, de ami a lényeg az az, hogy a kártyukba ezerféle virág, mindenféle gyönyörűség, annyira szép virágok, és uh, annyira jól lehet inspirálódni, és mennyi féle szín. Ja, igen, és még ezt akartam mondani, hogy készültek ám csodák, úgyhogy majd a Penta oldalán, majd posztokba fognak jönni, amit még most nem mutathatok meg, de ígérem, hogy lesz egy-két nagyon-nagyon klasz, legalábbis nekem nagyon tetszik, úgyhogy nagyon várom, hogy uh, majd mit szóltok hozzá, és majd azért írjátok meg nekem majd, ha oda kerül a sor, hogy kimennek ezek a, ezek a munkák. Még, még azért dolgozni kell rajta, de hogyha már kész lesznek, akkor kíváncsi leszek, hogy mit szóltok hozzá, mert, mert nagyon cuki dolgok készültek és onnan inspirálódva a egészen a... Tehát a kertbe fel lehető virágokból inspirálódtam, ezt elárulom, és abból született egy-két alkotás, ami majd ki fog menni posztba, de van, ami még készül, és van, ami már elkészült, úgyhogy most már hamarosan fogjátok látni. Igen? A Nem? fehér Istvánné Judit. Szia, a Judit! Videó ötlethez, mondja, hogy a csillogó balerina ruhás képhez hasonlót, ha lehet kérni. Csillogó balerina ruhás. Jó, ha lehet, ha följegyzem, Megkonzultálom meg magammal, meg minden, hogy, hogy időbe hogy fér bele, mindig az a lényeg, hogy időben. Nagyon szívesen megmutatom azt is természetesen időbe kell kitalálni mindig, hogy mit mondjuk a balerina ruha, az egy eléggé időigényes, mert hogy ugye sok-sok lépésből van, de semmi baj, mert mondjuk akkor majd előkészülök rá, és akkor majd olyan fázisokat megcsinálok előre, amit el tudok mondani, de meg tudok, meg tudok itt élőbe oldani, csak mondjuk a száradási idő az ugye több, de majd azt több fázisban megcsinálom. Vagy mondjuk két videó lesz belőle, és akkor az is látványos lesz, mert az biztos, hogy úgyis... Na, szóval most rakosgatom, megoldjuk ezt a videót is, jó? Most azért rakosgatom itt, mert most még azt találtam ki, hogy most vannak rózsaszínek, de hogyha ránéztek a képre, akkor látjátok, hogy itt van a kék is természetesen, vagy a türkiz, ide még kellenek türkiz foltok, azért, hogy összességében harmonikus legyen az egész, de ide még kell nekem valami világosabb árnyalat, mert hogy ugye az úgy önmagába ez egy kicsit sötétebb, legyen egy kis valami világosabb valami, és most azt rakosgattam, hogy melyik levelet rakja moda? de szerintem ezt a levélkét fogom ide rakni, és még oda a másik oldalra is, és ugye mindig arra kell figyelni, a másik, ami, amire érdemes, hogy a levélnek azért van egy szára, van egy vége, meg van egy másik vége, ugye, de a végének, tehát a szára végének valahogy úgy kell oda illeszkednie, hogy beleolvadjon a többibe. Tehát, hogy ne legyen, ne lógjon ott a levegőbe, csak úgy magába, mert akkor az úgy elég bután tud kinézni. Tehát, mindig arra kell törekedni, hogy ez úgy el legyen dugva, vagy pedig egészen a végéhez érjen, mondjuk a, addig, ameddig a maszkoló szalagban, mert akkor nem fog úgy tűnni az egész, mintha az ott lógna a levegőbe. Jó? Oké. Okay. Most akkor fölveszek egy kicsit a türkiz zöldből, ami ez a szín, és uh, hol van a papírkám? Ezt is egy kicsit leítatom, sőt nem kicsit, hanem úgy elég rendesen, azért, mert itt már csak azt szeretném, hogy nagyon kicsit ilyen nagyon-nagyon sejtelmesen így belejönne a képbe, opá, belejönne a képbe ez a, ez a szín is. Most már nagyon kitöröltem, jó, ez is a, az a fajta levélke, aminek ugye vannak ilyen kis, tehát hogy ezek a, ezek a, mindjárt mutatom inkább úgy, szóval csak ennyit ide, ezek a kis részek, látjátok, hogy ezek olyan nagyon könnyen elhajolnak, mert ezek úgy lógnak a levegőbe, itt nincs meg középen az a vezető szár, itt sincsen, ebbe sincsen, ami mondjuk a virágnál megvolt, hogy itt középen van egy ilyen vezetőszer, és azért nem tud szétesni itt. Itt ez a, ebbe az esetben, most ez a levélke ez így szét tud esni, tehát semmi baj nincs vele, arra kell figyelni, hogy amikor lerakja az ember, akkor alaposan rögzíteni kell, mert különben akkor tényleg, tényleg el tud deformálódni, illetve tényleg alá tud folyni a festék a stencil alá. Jó, tehát itt is csak egy picikét így azt szeretném, rendesül most már ki is mentem a hol van a kis naprócskám. Jól le kell fogni azért, hogy ne menjen alá, de nem akarok teljes kontúros, nagyon kontúros uh, levelet, hanem éppen csak ennyit. Látjátok, már is van egy kicsit világosabb fold benne, ami nekünk most uh, tulajdonképpen azért kell, kell ide, hogy ne csak a sötétebb árnyalatok legyenek. Itt is csak egy nagyon picit, kicsit ilyen sejtelmesen, nem kell, hogy nagyon éles, nem kell, hogy nagyon kontúros legyen. Valahova ide, hogy itt is úgy eltűnjön a vége, a szárának a vége. Itt is csak átsimogatom, picit néha. Néhol egy picit jobban rányomom az ecsetet, néhol egy kicsit csak tényleg éppen, hogy átsimogatom, és akkor ebbe még mindig, ugye még mindig azt mondtam, hogy még jönnek a türkizek, mert hát még az, az a fő irányvonal, tehát a türkiz az még kell bele. Jó, valahol itt van nekünk a előző valahol így, ugye, hogy nagyjából valami kis szimetria legyen benne, de azt is mondtam, hogy nem kell nagyon Tökéletesnek lenni, tökéletesen uh, szimmetrikusnak lenni, mert hát nem az a cél, de azért mégis valami kis rend legyen benne. Megint elcsúszott a kis naplóm, itt van alatta, akkor megint simogatok egy kicsit. Itt ezt azért csinálom nem körkörös mozdulatokkal, mert hogyha most én körkörös mozdul elmozdítanám most stencilt, mert hogy amit mondtam az előbb, hogy nincs ott középen egy ilyen szár, ami úgy megtartaná. Jó, akkor ide is teszünk egy kicsit. Pillanatok alatt mennyi ideje megyünk most? 1 óra 4 perc. 1 óra 4 perce, és gyakorlatilag. Ja, hát igen. De tíz percig biztos nem csináltam semmit, de azért igyekszem bepotolni azt, amit nem csináltam. Na de, nem sokára kész vagyunk, tehát hogyha még egy kicsit többet is gondolkodtak azon, hogy mit, hová és hogyan, de abba biztos vagyok, hogy nagyon-nagyon sokat nem kell gondolkodni, tehát hogy nagyon-nagyon sok minden nincs amit, tehát ennyit, hogy így játni, megnézni, oda átgondolni, hogy mit, hová, de innentől kezdve nagyon más gondolkodást tényleg nincs, és biztos nem beszéltek közben ennyit, mint most én, de azért igyekszem. Van itt ennek a virágnak egy ilyen kicsi virága, illetve egy kis bimbója, úgyhogy én most abból úgy döntöttem, hogy még ide teszek, nézzük meg, azt mondja, hogy ha most itt ez a kép van, akkor hová kell nekünk még ide valami kis türkiz? Kell nekünk valahova ide, mert ide még úgy hiányzik, tehát hogy az olyan, olyan szép, egységes legyen, vagy olyan szépen harmonizáljon, kell nekünk valahova ide. Ezt fogom átszencilezni. Itt is ügyelek arra, hogy a vége az egészen lemenjen ide a szallagig, mert megint csak azt szeretném, hogyha nem a levegőben lógna, hanem ott olyan, mintha ott oda szépen beleolvadna, ott szépen oda, oda, tartozna, és nem külön. Úgyhogy most megint jön a smaragd, meg a fehér, annak az elege, abból ez gyönyörű szép türkizünk. És akkor nem is kell nekünk nagyon sok festék, megint csak azt mondhatom, mert ez nem kell hogy nagyon erős erőteljes legyen hanem ez is csak egy kicsit ilyen. Majd Igen tenni, hogy lesz egyedi és különleges készül. Nem Igen így van nem kell nekünk uh, totálisan uh, nem is tudom minden minden egyes kis uh, milliméterre pont olyannak legyen tehát hogy már egy kicsit ugye itt is belejött. Nem kell, hogy nagyon erőteljes legyen, nem kell, hogy nagyon sok legyen a festék a ecsetünkben, csak azért mégis valamennyi. Mert itt kell, hogy egy picit ez a szín visszajöjjön. Így, és akkor ilyenkor szoktam még megnézni, hogy esetleg még, ide teszünk egy ilyen levelet, ami szintén ilyen, nem kell, hogy kitöröljük az ecsetet, nem kell, hogy más szín legyen, de még ide úgy hiányzik egy ilyen kis folt. Akkor még, még mindig kellene valami kis türkiz, akkor mondjuk még legyen itt egy ilyen fél levél, mert hogy még, hogy olyan kicsit harmonizáljon, látjátok, még ide akkor az még olyan jól néz ki, vagy az még úgy oda kell akkor itt uh, volt egy levélke, amit ide nem stencileztem, de nem baj, mert most akkor ezt pótoljuk, egy picikét megint fölveszek, megint egy kicsi fehér, megint egy picit bele dolgozom, leítatom, mert nem akarom, hogy sok legyen benne, és már stencilezem is a kis levelet, szintén nem kell, hogy teljes erőteljes legyen, hanem csak úgy beleveszem, mintha ott is az lenne aztán ide is teszünk egyet, mert hogy itt a másik oldalon is van egy kicsit. Szintén lehúzom a, egészen a maszkoló mert ugye azt mondtuk, hogy ne csak lógjon a levegőbe, hanem ott legyen mellette valami. Már is jön a következő, ide teszünk megint, ugye azt mondtuk, ide középre teszünk még egy levélkép, Így, aztán itt lesz még Mellette ugye ez, ami a másik oldalon is, illetve a másik felén is megvan. Így. Ugye, hogy eddig nem ördöngős, igaz? Tehát mondjátok azt, hogy ez simán így, abszolút. Csak stencillel így simán kivitelezhető, nem kell túl bonyolítani, csak kedvetekre kicsit a színekkel játszani, nem félni a színektől, és már is van valami kis, valami kis csoda tud születni, gyorsan pikpak. Mm. mm. Akkor már fantasztikusan szép már most, és közben az Alexandra írta még a videó igény, ötlet, kategóriába, hogy 3D hatású alkotások érdekelnék őt, és ezt így még rajta kívül még tárgyal is kedveljék, úgyhogy valószínűleg is jó a Jó, azt is felírjuk, és aztán azt is valamit. A, a, na most azért azt a 3D-s alkotásokról azt tudni kell, hogy iszonyú sok lehetőség. Tehát, hogy ennél egy kicsit konkrétabbakat mondjatok, légy szíves, mert hogy... Ö, mondhattok nyugodtan esetleg anyagot, vagy hogyha anyagot nem mondtok, akkor mondjuk olyat, hogy dobozon, sima mondjuk falapon, vagy, vagy bármin, tehát hogy mi az a... Mi az a amin szeretnétek, vagy, vagy miért. Mert ugye 3D-be tartozik az összes por, az összes pasta az összes, a stencilező pasztától kezdve, a heavy body-tól kezdve, a hő, hát, millió egy paszta van tényleg, úgyhogy gyakorlatilag, hát most nem is tudom így hirtelen fel, so, rengeteg paszta van, ami mind szuper, mind egy picit más, mind, 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 de mindegyikkel nagyjából meg lehet oldani azt, hogy mondjuk stencilezünk vele, vagy struktúrákat alakítunk ki festőkéssel, aztán van a szálpaszta, amiből gyönyörű virágokat lehet készíteni. Aztán van a... Milyen paszta van még? Szint... Modellpasztából is ugye van a lágy, van a, van a könnyű, meg van a sima modellpaszta. Abból is külön a, a... Mondjuk én nagyon szeretem a pasztába a lágyat, és azzal is fantasztikusan szép alkotásokat lehet készíteni. Tehát magából, a pasztából ki lehet alakítani úgy, Akár virágokat, hogy mondjuk egy süti nyomóval kinyomunk belőle, vagy nem süti nyomó, bocsánat, ez a habnyomó, tudjátok, ami zacsi le van vágva a teteje, vagy a csücske, és akkor abból lehet kinyomni gyönyörű virágokat, vagy leveleket, de lehet ebből a modellpasztából, a lájból kapni a, a tollat, azt a tubusosat, amiből lehet kinyomni, lehet rajzolni vele, aztán azokat elhúzni, összehúzni, amit tovább lehet festeni. Szóval, hogy rengeteg, rengeteg, rengeteg kőhatár, külön súgnak, és milyen jó súgja, mert úgy már nem is tudom, vaspaszta, tényleg, a, a rengeteg, rengeteg van, és, oh, és moha és pásítpaszta, ó, szóval, bozasztó sok van. Szóval, nagyon szívesen uh, mutatok nektek bármit, igen. Jó, de ezért kell írni, itt a Pantart blogon láttam, hogy ciszi dobozt, azt te csináltad, ha igen, akkor egy ahhoz hasonlót nem csinálnál élőben? Sziszidoboz. doboz? Hű, az jó régen volt. Én is csináltam sziszi doboz, de lehet, hogy más is csinált közülünk, nem tudom. Csináltam, igen, volt egy sziszis már jó régen volt, de igen, de mondom, ettől függetlenül lehet, hogy más is csinált kollégák közül, nem tudom pontosan. Én is csináltam, igen. Olyat is lehet. Ezeket most szépen felírkálom mindet egy papírra, és aztán legközelebb uh, igyekszünk majd uh, ezeket is így szépen beszúrogatni. Mm, ki kell találni nyilván, hogy hogy a legegyszerűbb, uh, hogy a legoptimálisabb nektek megmutatni, tehát hogy ne kelljen a száradási időket nagyon sokat várni, mert a pasztáknál mondjuk az van, hogy uh, nem szárad meg egy óra alatt, azt hajszárítóval nem is lehet mindegyiket szárítani, van, amelyiket kifejezetten kell is szárítani, ilyen például a moha paszta, ami, ami ugye gyönyörű szépen alakul fel, pufisodik, vagy az expand paszta, ami szintén a hőlékfúvóval ugye gyönyörű szépen feljön. Tehát mérhetetlen sok variáció van, és igazából, hogyha mondok egy kicsit ilyen konkrétabbakat, akkor... Ja igen, ha igen, 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 ha a blogon van, van olyan, amit szeretnétek, ugye régen voltak a a blogok, amin voltak részletes leírások, szóval, hogyha abból uh, szemezgettek, és azt mondjátok, hogy hű, hát ezt szeretném, akkor én azt nagyon szívesen bármelyiket, mert tényleg nagyon szívesen, azt pedig majd mi kitaláljuk, hogy hogy, hogy lehet ezeket videóba átültetni. Jó, oké, valaki valami mást nem? Oké, akkor még én folytatom itt egy picikét. Hol jártam, várjatok, elvesztettem a fonalat. Mit szeretnék még erre rátenni? Na már most azért megnéz, megnézem, kö, megnézem magamnak is a, a, a képen, a képernyőn, hogy mi az, amit. Tudjátok, ha valamiben nem vagytok biztosak, hogy valami nem nem tudod eldönteni, vagy nem tudjátok eldönteni, hogy hogyan kell-e még rá valami, valamit akarok-e még rajta módosítani, valahogy nem stimmel, de nem tudok rájönni, hogy mi az. Akkor borzasztó egyszerű, én azt szoktam mondani itt a lányoknak, és a workshopokon mindig azt mondtam, hogy tegyétek le messzire, állítsátok fel szembe, neget, hát most nyilván így van szembe, de állítsátok fel, nézzétek meg messzebbről, lépjetek pár lépés hátrébb, nézzétek meg, hogy úgy messzebbről, hogy, hogy tetszik, hogy akartok-e még valamit rajta, kell-e még valamit rajta, vagy hogyha nem, akkor még olyat is lehet, hogy lefotózni, és foton megnézni, mert úgyis biztos másképpen fogjátok látni, hogyha ez a kettő megvan, akkor biztos, hogy rájöttök, hogy esetleg kell -e még valami, vagy, vagy szeretnétek-e másképpen, vagy máshogy, szóval ezek jó, jó ötletek, jó tanácsok. Oké, szerintem én már ezt így nem piszkálom tovább, nekem ez így már szimpatikus, még lehetne, még mindig azt mondom, most már belerakom az ecsetemet a vízbe, még mindig lehetne nyilván még leveleket, még dúsabbra csinálni, szerintem ez már így, ez már így nagyon helyes most az következik, és hogy nagyon remélem, hogyha a maszkoló szalag elég jól megfogta, leszedjük a maszkoló és milyen, milyen, kis helyes lett így, hogy gyönyörű szépen lehet látni ezt a sávot, hogy mennyire szépen elkülönül, tehát nem durván térnek el a színek, tehát nem lett ugye telibe festve, nem lett mindjárt ja, csörgésbe fejezem, nem, nem húz el színeibe, hogy nagyon durva, mert ugye most nem az volt a cél, hogy nagyon elkülönüljön a, a szín, hanem csak így szépen sejtelmesen beleolvadjon, sejtelmesen legyen egy kis árnyalata, azért ezt majd így oda teszem, hogy intenzívebb színe van nyilván a... a mindjárt, mindjárt, mindjárt belövöm majd egyenesbe, és még mindjárt stencilezek rá a feliratot, mert hogy az még kell. A szita stencillel. Próbáltátok már a szita stencílt? Volt egy videó is, igen. De hogy a szita stencíl? igen. A szita azt kell tudni, hogy a leges-leges legjobban én, azt mondom, ami nekem a legjobban bevált, a legjobban, amivel én szeretek stencilezni, az a krémes akrilfesték. Azért a krémes akrilfesték, mert annak pontosan olyan az állaga, ami ebbe a szita stencélbe tökéletesen megfelel. De ha nem, lehet egyébként dekorfestékkel is. A dekorfestéknél is arra kell figyelni, hogy gyakorlatilag ezt a stencilt egy, egy mozdulattal érdemes... Ö, v, bocsánat, ö, kérek szépen egy plédet, <laughs> elnézést, de ugye a, a szita stencilnek az a lényege, bozasztó erős a ragasztó, ami a hátoldalán van, ezért ö, mindenképpen rá kell tenni, vagy a ruhátokra ráteszitek, és akkor ott ö, le sz, átszöszölitek egy kicsikét, vagy pedig ö, valami, valami, nem tudom, valami terítőn, bármin, hogy ne ragadjon annyira a mondjuk a feszített vászonra, mert gyakorlatilag akkor nagyon nehéz lesz visszaszedni. Na, hát én most ezt megpróbálom így belőni középre. Körülbelül. Nagyon jól ragad, tehát tényleg nagyon jól ragad. A, arra kell figyelni, hogy ö, hogy, hogy hogy amikor maga a stencilezést csináljuk, vagy, illetve maga a festéket visszük fel, akkor ez a stencil az, ami nem szabad órákig masszatolni, húzogatni, húzni, vonni, stb. stb. hanem gyakorlatilag egy mozdulattal szépen végig kell vezetni, ugye van lehet kapni ezeket a szilikon lehúzókat, ami, ami marha jó pofa, mert uh, itt lehet kisebb stencilekhez, ugye amikor nem férünk oda, csak mondjuk ennyi részünk van, hogy éppen oda tudjunk férni, hogy ennyi kis rész, akkor, akkor ezzel az oldalával, vagy a másik oldalával, vagy van még kisebb oldala, vagy a hosszabbik oldala, szóval ez praktikusági szempontból nagyon jó, ez a, ez a, érdekes formájú, nem is tudom meghatározni, hogy milyen formája van, furcsa, érdekes, de jó, jó ez a, ez a lehúzó, vagy pedig van mellette egy ilyen, ami egy ilyen teljesen egyszerűket, de megmondom őszintén, hogy azért a kedvencem mégiscsak ez. Mert hogy ez olyan kis kézre eső az egész, olyan kis, olyan kis finom. No, itt nagyon fontos az, hogy alátámasztani, ugye a stencil alatt, és szépen rányomkodni, hogy ne menjen oda a festék, ahová nem akarjuk. És gyakorlatilag tényleg egy mozdulattal. Na mit gondoltok, legyen a, a mentaszínű, krémes akrél, vagy legyen a rózsaszín, vagy legyen a fehér? Na mit szavaztok, melyik, melyik legyen, melyik, melyik árnyalat legyen ehhez? Melyikkel húzzuk ki? A, azt fogom rárakni, amelyiket mondjátok. Mi van, ha a rózsaszínnel csináljuk meg? Hm? Mit szóltok hozzá? Mehet a rózsaszín? Megvárom a válaszokat, nem sietek. Egy szavazat a mentára. Menta. Kettő a mentára. Na, no, mindenki a mentát szereti? Nem tudom úgy összeolvasni. Hopp, egy rózsaszín. Még egy rózsaszín. Még egy rózsaszín. na. Ja. Fehér. A fehér is Én jó vagy. Igen, rózsaszín. Rózsa. Igen. Rózsa. Menta. Fehér. Jaj jaj! Rózsaszínből több volt eddig, de még várunk egy picit. nem még várunk, még várunk egy kicsit. És akkor... Léged, jobban fog mutatni szerintem is a rózsaszínnel mert ugye javarészt a türkiz dominál benne ezen a képen oké, akkor marad a rózsaszín köszönöm szépen hogy segítetetek eldönteni ezt igen, mert ebbe is a Ebbe is a menta volt, úgyhogy uh, igazából a, azért nem bánom, hogy nem a, nem a menta győzött, de nekem teljesen mindegy, nagyon szívesen azt is fölrakom rá, illetve nagyon szívesen azzal is. Tehát jól lenyomkodtuk a stencét, szépen mindenhol, hogy jól tapadjon oda, ahová kell neki. És akkor uh, szépen rászoktam nyomni a testéket. Ennyi, és nagyjából most egy kicsit elforgatom ezt azért, hogy könnyebb legyen nekem, most ilyen kis önző módon. Egyszerűen szépen rátesszük, és gyönyörű szépen véghúzzuk rajta. És gyakorlatilag az a lényege ennek a, ennek a hogy nem szabad sokszor át, áthúzogatni bőven elég, hogyha az ember így egyszer nem kell kapkodni, de az a lényeg, hogy nem, nem szabad sokszor átnyomkodni, mert akkor alá folyhat, úgyhogy egy mozdulattal nem kell, nem kell rohanni vele, nem kell kapkodni vele, de nézzétek meg, hogy mennyire gyönyörű, szép, kontúros a maga a felirat. Még a legapróbb picikek kis feliratok is vagy uh, kis vonalak is, azok is gyönyörű szépen, gyönyörű szép kontúrosan ott vannak. Hát uh, lehet, uh, lehet -e csak te, de én, én azt mondom, hogy, uh, hogy inkább ezzel a lehúzóval, mert úgy lesz nagyon szép. Kérek, csak a mosogatóba dob bele, légy szíves. Köszönöm szépen. Úgyhogy uh, meg lehet próbálni, de miután ugye mondtam, hogy ez egy, ez egy gyakorlatilag egy ilyen vékony, szitaszerű valamin van rajta, tehát egy nagyon vékony, sejemszerű dolgom van rajta, így, vagy dologból készült ez az egész, tehát ez az egész egy nagyon-nagyon vékony anyag, és igazából én attól tartok, hogy ha ezt úgy az ember elkezdi így nyomkodni, látjátok, hogy mennyire kis vékony vékony, de strapabíró. Tehát, ha ezt elkezdi az ember ecsettel átszuszakolni, akkor, akkor esetleg hát nem tudom, hogy mennyire sérül a a, a tencil. Tehát, hogy ezt kifejezetten azért találták ki, hiszen ez ahhoz hasonlít, mint a, a szitázáshoz. Úgyhogy azért vannak hozzá ezek a kis applikációk, de egyébként, hogyha ha nincs valakinek ilyen lehúzója, ilyen szilikon, akkor meg lehet próbálni nyugodtan egy bankkártyával is. Én próbáltam még, amikor teszteltük, a, vannak ezek a torta, a tortás, a cukis, na nem tudom kinyögni, de mindjárt mondom, a cukrász kellékeseknél lehet kapni ilyen torta, nem tudom, akár micsoda formázót, igen, és azzal is, én azzal is megpróbáltam, azzal is nagyon szépen működik, vagy egy régi bankkártyával, ami már nem használatos, azzal is nagyon jól meg lehet oldani, tehát nem feltétlenül kell ez a szilikon, de inkább azt mondom, hogy így szépen, óvatosan, szépen végighúzni, és, és úgy lesz, nagyon szép, úgy lesz kontúros az egész. Úgyhogy én inkább azt mondom, hogy a régi bankkártyákkal elő, és, és úgy azzal inkább, mint a, mint az ecsettel, szerintem az, az, jobban működik, vagy jobban, jobban szerintem szebben lehet vele dolgozni. Hát így most megmutatom egy picit közelebbről, de hogy, hogy tényleg annyira, annyira szépen átviszi így, és ugye így a festéknek van egy vastagsága, ahogy átengedi, úgy, hogy az, Tessék. Valamit mutogatnak, hogy nem jó. Ja, hogy festékes maradt, itt egy picit, nem baj, azt majd. Majd át, itt, itt festékes maradt azt az instrukciót kaptam, hogy itt egy picit feketem. Vagy festékes maradt, nem baj. Igen, szerintem is nagyon szép és lett volna. a, és utána a papír, az Igen, tehát hagyjuk egy picit megszáradni, ez miután ugye ragacsos az egyik oldala, tehát ragasztóval van bevonva, így azt az oldalát azért ne törölgessétek papírtörlővel, mert beleragad, tehát én kell megvárni addig, amíg egy kicsit lecsúrog, és hogyha egy kicsit lecsurgott, akkor vissza lehet rakni, nem dobom el soha ezt a papírt, erre szépen gyönyörűen visszarakom, be vissza az acsiba, és utána újra lehet használni akár sokszor. Ha vigyáztok rá, és jól szépen elmosogatjátok, akkor igen. Úgyhogy nagyjából ennyi volt a mai technikai óra. Én nagyon örülök, hogy itt voltatok, köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket, remélem azért tudtam mondani olyat, vagy mutatni olyat, amit még máskor nem, és várlak legközelebb is nagy-nagy szeretettel titeket, igyekszem majd olyan videókat készíteni, vagy igyekszünk olyan videókat összerakni, kitalálni, amiket mondtatok megpróbáljuk, kitaláljuk, hogy hogyan a legegyszerűbb, illetve hogy kivitelezhető az, amit szeretnétek, és továbbra is várjuk azokat az ötleteket, hogyha van olyan, amit szeretnétek, akkor nagyon-nagyon szívesen, csak írjátok meg nekünk. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, mindenkinek további szép nyarat, erre a kis kevéske egy hónapra, és mindenki vigyázzon magára nagyon. Sziasztok!